B. Király Györgyi ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik. Köszöntöm nézőinket a reklámokba, kifutóna nátszálkarcsú modell, a nátszálkarcsú manöken a divat. És hát azért nagyon sokan vagyunk olyanok, akik nem pont ezt a kategóriát képviselik, akár fiatalabbak, akár idősebbek. Arról nem beszélve, hogy a történelem során sem volt ez mindig így. Tessenek csak a Willendorfi Vénuszra, vagy akár Rubens plus size modell alkatú nő alakjaira gondolni. Szóval a nagy kérdés az, hogy hogyan szeressük és hogyan fogadjuk el magunkat akkor, hogyha nem az XS, az S meg az M kategóriába tartozunk. Na, erről beszélgetünk ma vendégeimmel, már is mondom, hogy kik ők. Velem szemben Temesi Mária operaénekes és a Debreceni Egyetem Debreceni, a Szegedi Egyetem, mert én jártam a Debrecenire, úgyhogy ne, ez volt a tudatalattém, szóval a Szegedi Egyetem egyik karának tanszékvezetője. Melyik karának, Mária? Bartók Béla művészeti kar. Köszönöm. Mellette Bíró Márti gasztroblogger. Így van. És Nagy Edit, aki egyrészt egri lány, mert hát, hogy én is az vagyok, azért kénytelen vagyok ezt így elmondani, sőt, még annak idején az Egri megyei irodalmi színpad deszkáit együtt koptattuk Edittel. És nem mellesleg te vagy a magyar Coco Chanel, hiszen te 70 éves korod után lettél manöken. Ugye? Jól mondom? Pontosan, igen. Na, szóval fantasztikus vendégeim vannak. És akkor az első kérdésem az lenne, hogy amit ugye a felvezetőmben elmondtam, hogy tudnélik, vannak ilyen hölgyek is, meg vannak olyan hölgyek is, hát még nem feltétlenül, még Edith se, bár közülünk ő a nyerő, nem feltétlenül ebbe a nátszálkarcsú kategóriába tartozunk. Na most azért én azt gondolom, hogy ti abszolút elégedettek vagytok magatokkal, Mária. Hát ez részben így van, másrészt részben nem, meg így, nem van. Így van. Igen. Baj lenne, hogyha az ember mindig elégedetlen lenne mindennel, de ugyanakkor jól mondod, tehát kell, hogy önmagunkkal harmóniában legyünk. Önmagunkkal, a világgal, az univerzummal, és én azt gondolom, hogy nekem ezt a belső harmóniát és egyensúlyt talán épp a művészet mellett a tanítás által is sikerült öntudatlanul megtaláljam. Nálunk maga az éneklés is tulajdonképpen függőleges és viszintes és átlós tengelyek, irányoknak az összharmóniája, tehát maga a testtartás és a színpadi kiállás, és hát az ember nem vesz észre, hogy hány kiló csak tudja, mert minden reggel fölállsz a mérlegre, és próbálsz. Minden reggel fölállsz a mérlegre? Én minden reggel fölállok a mérlegre. És jó ez neked? Jó. Jó. Szóval én kénytelen voltam ezt elfogadni, és valóban, tehát próbálok azért ellene tenni, hogy ne legyek még kétszer ekkora, de igazából az életforma is nagyon sok mindent ront azon, hogy az ember sokat éjszakázik, meg sokat stresszel, tehát nincs úgy időt feldolgozni a testednek azokat a kalóriákat, amiket beviszel. Hát egyik oldalról, másik oldalról meg én nem nagyon láttam sovány operaénekes nőt. Tehát, van hogy, azért, hogy van. Van, van sok én sovány? Én magam is 18 éves Igen? koromban lefogytam. Na de hát most ne a 18 kilót. Éves korunkról beszéljünk. Márti, te ugye, amennyire én téged ismerlek, Igen? mi egy receptverseny során találkoztunk, hiszen a Korkontroll Társaság meg a Magyar Elhízás Tudományi Társaság receptversenyére küldted be a fantasztikus tortádat, amiben, ha jól emlékszem, nem volt liszt, ugye? Így van, liszt nélküli túrót. Igen, és akkor az valami gyönyörű volt, és akkor te ott nyertél is valamilyen díjat. Igen. És annyit is tudok rólad, hogy azért te egyrészt fantasztikus, egészséges receptjeid vannak, de folyamatosan küszködsz azzal, hogy most hány kiló vagyok, vagy mennyit adok le, vagy mennyit veszek föl. Igen, ez így van. Hát 10 évvel ezelőtt 110 kilós voltam, és kiderült, hogy lisztérzékeny vagyok, és utána nem adtam fel az álmomat, hogy imádok főzni, és szerettem volna szakács lenni, bár szakács nem lettem, viszont ugyanúgy ételeket főzök, saját recepteket találok ki, családi hagyományt követek, csak ugye lisztérzékeny, tehát gluténmentes recepteket találok ki, készítek el, és törekszem arra, hogy ez cukormentes is legyen. És ugye először az étkezés lett reformálva, és
a kapcsán ugye elkezdtek olvadni a kilók. Megkérdeztetem, hogy most hány kiló, vagy mondtad, hogy mennyi voltál? Igen, hát most egy évvel ezelőtt 82-re fogytam le, az már edzéssel kiegészítve. Sajnos a vírushelyzet miatt ebből visszajött most egy jó tízes, tehát jelenleg 92 kilós vagyok. Mert nem jártál edzeni a Covid miatt. Igen, tehát nem volt az a rendszeres testmozgás, súlyzós pártai edzés. Tehát akkor most megint fogyni fogsz. Igen, már elkezdtem a diétát. Ez egy örök küzdelem, megéri csinálni, ha az emberben benne van a csak azért is. Saját magáért, a csak azért is, hogy én jobban érezzem magamat fizikailag a bőrömben. Edit, te egy ilyen nátszálkarcsú hölgy vagy inkább, hogyha most ugye minősíteni akarjuk, hogy ki, bár ezt nem helyes, meg nem is illik, hogy ki hová tartozik. És hát az azért nagyon érdekes, hogy valaki 70 éves korában lesz manöken. Tehát nyilván akkor neked ugyanúgy meg kellett tanulni a színpadon vonulni, és egy csomó mindent meg kellett tanulni. Na most, hogy szánja rá magát az ember, vagy hogy egy picit se volt benned, hogy hát ezzel fiatalabb koromban kellett volna kísérletezni? Fiatal koromban soha nem álmodoztam arról, hogy én manöken legyek, hiszen már akkor is tudtuk, hogy 180 cm magas csontkollekció. És annyi nem vagy, 180 cm nem annyi vagy. Nem vagyok. Én vékonynak nagyon vékony voltam. Mindig megszólítottak, hogy Editke, egyen már, könyörgöm, olyan sovány maga. Emlékszem rá, hogy milyen vékony voltál fiatalon. Igen, és mikor kimentem a strandra, akkor kaptam néhány bókot, mert ahogy ott bikiniben, és akkor mondták a férfiak, hogy Editkát maga nem is olyan sovány, maga formás. Na most visszatérve a lényegre, a kérdésedre, én a férjem halála után lettem fővárosi, elhagytam Egert, és protokollosként egy nagyszabású rendezvényen dolgoztam éveken keresztül, és egy ilyen alkalommal meg volt hívva az egyik tervező hölgy kulturális programként ezen a rendezvényen, ahol én voltam a protokollos háziasszony. És a hölgy engem megkért arra, hogy öltsek fel én is egy olyan ruhát, amit ő tervezett. És ezen a rendezvényen ott volt Vámos Magda, a magyar két lábon járó divattörténelem, igen. A Magyar Divatszövetség örökös tiszteletbeli elnökasszonya, aki engem modernül kifejezve kiszúrt, és kérte a tervező hölgytől, hogy minket ismertessen össze, és a későbbi elmondása szerint már akkor megszületett az ő gondolatában, hogy megvan Kokó. Ugyanis a példaképe a tervezésben, aha, és a szakmában Kokó Chanel volt, és ő mindig szerette megjeleníteni a világhírességeket, akik befolyásolták a divatot. És szóban megemlíteni valakit, az is más, és az is más, hogy megjeleníteni valakit. Nem kell hasonmásnak lenni, csak az illúziót megteremteni a kifutón. És még tovább a kérdésedre válaszolva, én nem tanultam manökenséget, nem tanultam manökenes mozgást, senki nem mondott nekem, hogy mi legyen a bevonulásom alkalmával a koreográfia. Egyetlen egy instrukciót kaptam én a csodalénytől, a Vámos Magdától, hogy te azt csináld, amit érzel. Ha egy reneszánsz ruhát veszek föl, akkor megsúgja nekem az a ruha azt a méltóságot, ahogy abba vonulni kell. Ha mint zumbát gyakorló nyanya vagyok, zumbázok. Ha egy sportruhát mutatok be, akkor természetesen a zenei aláfestés is súg nekem, hogy néhány olyan lépést megengedjek magamnak. Tehát én szabadon mozoghatok, úgymond a pályán, a kifutón. Ez egy csodálatos ajándék az élettől számomra. Mária, a te életedben azért ugye a közelmúltban volt egy nagyon komoly nehézség, mert hogy én a Facebookon láttam, hogy te covidos voltál, és ezt most azért hozom szóba, mert egyrészt ez nyilván egy nagy küzdelem, másrészt meg, ha már a kilókról beszélünk, akkor nyilván lefogytál. Amúgy meg, de jó, hogy itt vagy köztünk. Hát igen, hálát adok a jó Istennek azóta is, és édesanyámnak és édesapámnak, hogy egy viszonylag erős szervezetem van.
genetikailag. Amennyire ijesztő volt ez a történet októberben számomra, annyira szerencsés is volt, hiszen az első pillanatban, 30 órán belül, hogy nálam ez a fulladásos, bugyborékoló, fel nem szakadó köhögés elindult, és nagyon megijedtem. Bocsáss meg, opera énekes társaitól kaptad el, vagy tanítványaitól, vagy lehet tudni? Ezt ugye nem lehet teljesen megállapítani, de utólag tudtam meg, hogy igen, voltak már körülöttem olyan emberek, koncerten és tanítás közben, és akik szintén nem tudtak arról, hogy covidosak. Persze. Plusz én rájött egy megfázás egy fotózáson, ahol 2 perc elég volt, hogy éreztem, hogy csuron víz a ruhám, mert egy konditeremben voltunk, és hát belázasodtam, és aztán gondoltam, hogy semmi baj, az orvos is azt mondta, hogy nem vagy covidos, és aztán jött a, nem bírtam enni, én a szaglás, szóval megmaradt, tehát megmaradt. Én éreztem a szagokat. Meg az ízérzékelés is megmaradt. De utána rossz lett a gyomrom, és aztán 3-4 napig nem, tehát nagyon rossz volt a gyomrom, nem tudtam semmit enni, de az volt a szerencsém, hogy időben elkaptuk. Tehát én azonnal a kórházban kaptam, a Sotérre kerültem, a mentős még nem tudta, hogy hova visz, ott telefonálták le, és óriási szerencsém volt, mert nagyon jó kezekbe kerültem, és megkaptam a megfelelő ellátást, tehát a remdesivirt, illetve vérplazmát, illetve tüdőgyulladásomat is gyógyították. Miért fotóztattad le magadat? Nem fotóztattam le magamat, hanem akkor nekem, hogy történt? Nekem, hát sokan megkeresnek engem is, megy az ember híre tanárként is, és egy nagyon kedves edzőfiú, aki egy közös baráti házaspártól, tehát közösen ismerjük, ő megkért, és egy gyönyörű hangja van, és hogy tanítanám-e őt énekelni néha napján, és neki eszébe jutott, hogy Nagy Gábornak hívják, és eszébe jutott, hogy a Facebookon fog csinálni egy saját profilt, és hát oda 18-unkat meghívott, és ez volt ez a bizonyos pláza fotózás, ami akkor az én egyébként sem nem agyon zsúfolt életemben nagyon nem fért bele, koncert is volt azon a hétvégén, de... De várjál, én most nem erre gondoltam, hanem arra gondoltam, hogy amikor covidosként lefotóztattad magadat. Ja, igen, ezt én meséltem neked igazából. Tőled tudom. Szóval az operából azért kapott az ember visszajelzéseket, és ugye előzőleg kolléganőim is külföldön és itthon is elkapták a Covidot, és az ember úgy reménykedett, hogy talán mi kivételek vagyunk, és megússzuk ezt. És láttam több kolléganőt, aki azért tette föl, meg kollégát, mert egyszerűen tájékoztatni kellett az embereket. És nekem is van egy közel 30 éves fiam, és gondoltam, lehet, hogy most lát utoljára. És 30 legyen neki emléke anyáról. Igen, 30 éves korában legalább, igen, egy 30 órás várakozás után kaptam meg a gyógyszert, és 17 óráig voltam az SBO-n, és utána nagyon örültem, hogy ágyat kaptam, és hát ott ez magát adta, önmagát adta ez a történet. Na most ugye a Covidra úgy kanyarodtunk rá, hogy nyilván abban az időben Mária fogyott, mert hogy azért, ha valaki ezzel a betegséggel küzd. Igen, hát valakkor nem marad meg a testsúlya. És én találtam egy nagyon jópofa idézetet Gabriel García Márqueztől, aki annak idején még nem tudta, hogy most a Magyar Elhízás Tudományi Társaság szakemberei nagyon tiltakoznának, hogyha fel fogom olvasni azért, csak hogyha ezt hallanák, mert hogy ma ugye azt mondjuk, hogy túlsúlyos és elhízott, de ő azt mondta, hogy kövér, tehát hogy ő nem tudta, hogy ezt szabad mondani, nem szabad mondani, és a következőt mondja. Hallott már valaki kövérnőket beszélgetni, el se lehet képzelni bármi más látványosságot, amelyből így áradna az egészséges vidámság. Senki se tud úgy nevetni, mint ahogy két kövérnő nevet. És utoljára se tud úgy nevetni, mert ők ketten sohasem hagyják abba. Ha kettőnél több kövérnő beszélget, az ember arra gondol, hogy a jó egészség titka a testek tömegében és sűrűségében rejlik. Még az is megfordul az ember fejében, hogy nem zsír, hanem törökmész szorongatja a szívüket. Mindig az az érzésem, hogy 30 évvel fiatalabbak a koruknál, és vigyázniuk kell, nehogy a föld vonzereje hirtelen elengedje őket. Ez volna netán a gömbök metafizikája. Na most én nem tudom, hogy mit szóltok ehhez abból a szempontból, hogy van-e összefüggés szerintetek a túlsúly és a plusz kilók között? Lehet? Márti, te erről mit gondolsz? Te egy vidám nő vagy? Abszolút, na. Igen. Nagyon igen. Szeretek poénkodni, nevetni, azt mondják, hogy nagyon optimistának
tűnök, néha nyilván nem vagyok az. Én úgy gondolom, hogy van összefüggés. Nem tudom, ki hogy áll az elfogadással és a saját maga elfogadásával. Nekem nagyon nehéz út vezetett odáig, hogy bárhol egy strandon egy bikinibe tudjak parádézni, és most már ezt meg tudom tenni, mert elfogadtam magam, elfogadtam, hogy mekkora a lábam, a karom, hogy plusz kilók jönnek fel, és hogy harcolni kell ellene, és mivel ezt elfogadtam, tudok magamon is nevetni, meg örülni, sokkal jobban örülni dolgoknak. Tehát egyszerű dolgoknak, olyanoknak például, hogy most már be tudok menni egy üzletbe, és bárhol tudok magamnak felsőt vásárolni. Tehát nem kell 3XL-es, hanem találok. Tehát, hogy jobban észre tudom venni azáltal, hogy elfogadtam a saját testemet, hogy most ekkora, de volt kisebb is, és volt nagyobb is, sokkal jobban tudok örülni a dolgoknak, és jobban meg tudom élni a pillanatot úgy, ahogy vagyok, most, ahogy vagyok, mert ez vagyok most én. Mária, neked okozott gondot valaha, hogy hány kiló vagy? Nem érek rá arra, hogy gondot okozom, de természetesen, igen, nekem is nagyon tetszenek a ropi lábak, meg a végtelenül csinos manekenhölgy alkatok. Nekem a versenysúlyom igazából genetikailag ez, tehát nekem soha nem lesz ropi combom, soha nem lesz ropi lábam. Azt gondolom, hogy ezen belül valamilyen szinten azért arányos testalkattal rendelkezem, mindenütt van rajtam. De nem, te egy ilyen méltóság teljes. A genetikát vagy, nem tényleg, tudja az ember felülírni. És tulajdonképpen, hát köszönöm, ezzel vagy születik az ember, vagy nem, ezt látom a növendékeimnél is, köszönöm, én ezt azért bóknak veszem. Annak és a színpadra kell inkább. De hogy mondjam, tudomásul kell venni az embernek azt, hogy egyrészt már a gyerekszülés után az ugye más, tehát mások, én például addig húst hússal ettem, salátát, most is salátát nagyon szeretem. És leszoktál a húst hússal? Nem szoktam le, de kevesebb lett, és egyszerűen kevés kenyeret ettem korábban. Tehát én 34 és fél évesen szültem a fiamat, és utána úgy elkezdtem a péksüteményeket, kenyereket, kiflit, ilyesmit kívánni, nem abnormális mértékben ettem, de úgy, ahogy normálisan lehet enni reggelihez. Vacsorához se több ettem, és hát bizony nagyon oda kellett figyeljek, mert én azt nagyon nem bírtam. Én egyébként nagyon-nagyon lefogytam, csak azért említettem ezt, hogy 18 éves koromban volt egy olyan elhatározásom, pedig akkor mindössze 65 kiló voltam, és a világ legkövérebb emberének éreztem magam, és lefogytam 52 meg 55 kilóra, e között változtam, de azt meg kell, hogy mondjam, hogy körülbelül 10 évet a pályámon beesett arccal, és nagyon vékony énekesként utaztam a világban, ami nyilván, hogy előny egy rendezőnek, de igazából ennek a pályának a nehézsége, hogy fizikailag, szellemileg, lábbal, kondícióban mindenben kell bírni. Én jobban érzem magam, és akkor is jobban éreztem, amikor egy pici úgy rám jött. Mindig odafigyeltem egyébként, tehát én napi szinten ugyanúgy úgy kelek föl, hogy most csak kávét iszom tejjel, és olyan 2,5 óra múlva kezdek el valamit enni, tehát én odafigyelek, nálam inkább az éjszakázás. Van, hogy este 9-10-kor fejezem be a hivatalos munkámat, és jön még a házi feladat. Ugye én például ülök a zongora mellett, mint tanár, ülök a kocsimban, amikor utazom Szeged és Budapest között. Sokat ülsz, nagyon sokat ülsz. És ülök a zongora mellett. Úgyhogy én tudnám, hogy kellene, tehát hogy én néha megbírom állni, hogy este 6 után már nem eszem semmit, csak egy teját iszom, de jól esik a léleknek is kell, és a fizikai energiának, hogy végig tud csinálni azokat a feladatokat. Mesélted, hogy 18 évesen hány kiló voltál, hát azért arról ne feledkezzünk meg, hogy ahogy múlnak az évek, úgy folyamatosan, hiszen lassul az anyagcserénk, és folyamatosan rakódnak ránk kilók. Tehát fél kiló, egy kiló, kinek mekkora mázlia van, és ki mennyire tud odafigyelni arra, annak szerencséje van, akinek kisebb az étvágya, de akinek nincs, az mennyire tud odafigyelni arra, hogy kevesebbet tegyen, mert kevesebb hasznosul. Igen, hát nem tudom, mennyire helytálló ez szakmailag ez a vélemény, de valamikor évekkel ezelőtt olvastam, hogy minden 10 évben 700 kilokalóriával kevesebb lenne. Igazából hát az embernek a testének a szükséglete. Azért Edith nagyon jó genetikával született, mert hogy neked ilyen gondjaid nincsenek, hogy most rakódik, nem rakódik. Vagy rakódik? Egyetlen egyszer rakódott a férjem halála után. Ez egy ilyen gyászdepressziónak nevezett tünet volt,
nyár volt, divatos bő lebernyekbe jártunk egész nyáron, és akkor én nem vettem észre azt, hogy mentek föl a kilógömbbe jöttem, de a barátnőmék nagyon finoman a fájdalmamat nem felpiszkálva, elneveztek viccesen szumónak. És akkor én elkezdtem ezen gondolkozni, hogy miért lettem én szumó, és akkor, mikor szembesültem a dologgal, akkor több mint 10 kilót. Mindig csokit ettem, nem tudtam jól aludni. Hát az kell, ha az embernek bánata van, mert igen, az tele van endorfinnal, és akkor az úgy dobja a hangulatodat. Viszont én ezt dobtam, mint ahogy most te mondod, és visszatérve a gömbölydett hölgyekre, én annyira imádom az összes fiatal és velem egykorú gömbölydett barátnőmet, mert ők kiegyensúlyozottak az idézetből, ami elhangzott. Igen. Mosolyognak, és én úgy hívom őket, még olyan embert is, akit nem ismerek ki túl régről, de úgy szimpatizálok, és megmondom neki, hogy te olyan vagy, mint egy gömbölyű derű. És akkor ez mindenkinek olyan jól esik, és nekem is jól esik, hogy én ezt kimondhattam. Nem kell mindenkinek ilyen pilinszkának lenni. Színes a világ. És hát amiről nem beszélünk, az éjszakázás. Sajnos ma ugye nagyon sokan élünk úgy, hogyha nem is szeretnénk olyan későn lefeküdni, de el kell végezni a napi feladatokat, és az adminisztratív online élet, hát az egy másik napi munka. Régen külön erre adminisztrátorokat szerződtettek, tehát azért a Szegedi Egyetemen is a tanszékvezetői munka, a tanári online munkával járó kötelezettség, az plusz én a Simándi Józsefének versenynek, és ugye a versenyigazgatója vagyok. Te vagy az alapítója, és megnéztem az interneten. Igen, volt tanárommal, Sinkó Györggyel együtt alapítottuk, amikor én tanszékvezetőnek meghívást kaptam, abba az Alma Materbe, ahol magam is mióta végeztem. Vagy tanszékvezető, Mária? 1997 óta. Hát akkor már elég régóta gyűröd. Igen, tehát én 25 éves tanszékvezetőséget fogok tudni ott hagyni, amikor már 65 éves korom után nem lehetek tanszékvezető. Egyébként nagyon jó folytatása lesz a tanszéknek. Rost Andrea művésznő fog engem követni másfél év múlva, és most már őt is az egyetemen beiktattuk, mert ugye nagyon komoly törvények vannak, hogy milyen szinten kell bent lenni az egyetemi képzésbe, hogy valaki folytathassa és tanszékvezető lehessen. Na most arról beszéltünk, aztán nyilván úgyis mindig visszacsatlakozunk a személyes dolgokhoz természetesen, hogy milyen vidámak, meg milyen derűsek azok a hölgyek, akiken túlsúly van. Na most akkor jövök egy lehelegnyi negatívummal, mert hogy nem tudom, hogy mennyire hallottatok, mindjárt elő fogom keresni a papírjaim között, igen. Van egy amerikai Tess Holliday nevű modell, nem tudom, hogy láttátok-e őt valaha, vagy hallottatok róla, aki hát a plus size modellt testesíti meg, ami egyik oldalról jó. Másikról a 34 éves plus size modell 160 cent és 135 kiló. Az azért elég húzós, ugye én vagyok 163, most képzeljük el, hogy 3 centivel kisebb és elég méretes a hölgy. 2020 nyarán egy üzenetet hordozó ruhát vett fel, a sample size feliratú ruhával. Arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy az irreálisan kicsi 0 és 4 közötti amerikai ruhaméretet vegyék ki az átlagos méretezésből. Európai méretezésben ez a 36-os és az annál kisebb ruhákat jelenti, mert hogy a modellek többsége még ma is 36-os, 34-es, 38-as méretet visel a kifutókon, a katalógusokban, a divatfotókon és a reklámkampányokban. Na most nyilván szídják a hölgyet, és szídják az ügynökséget, hogy miért kell őt népszerűsíteni, és azt mondják, és ugye itt van a legfőbb érv, hogy vajon mit fog szólni Tess, ha egy nap egy síró kisgyerek fut hozzá azzal, hogy az anyukája meghalt, mert az általa közvetített üzenet miatt beletörődött abba, hogy kövér. Tehát ugye ez azt mondja ez a történet, hogy legalább olyan felelősségük van azoknak az ügynökségeknek, akik ezeket az anorexiás lányokat futtatják, mint azoknak, akik példaként elénk tesznek egy szóval
több ez már, mint a túlsúlyos, ugye itt az amerikai cikkben úgy szerepelt, hogy kövér. És ugye azt is pontosan tudjuk, hogy ez nem csak esztétikum, hanem millió betegséget hordozhat. Tehát tényleg a szív- és érrendszeri betegségtől a kettes típusú diabéteszig, a magas koleszterin, nem akarom mindet felsorolni. Tehát pontosan tudjuk, hogy ez így nem jó. Egyik szélsőség se jó. Igen, én minden napomat úgy élem, hogy ezeket végig gondolom. Tényleg? Igen, minden nap ott van velem a szünetekben, igen, folyamatosan is az étkezéseimnél. Nálam az éjszakázás és a hát ugye 6 munkaköröm van most a versennyel, tehát ennek az ellátása, ezt nem lehet, tehát abnormális mennyiségeket én nem eszem, de nyilván este 6 után sajnos nem kell, eszem. Majd hát megpróbálok áttérni a tejázásra. Hogyha egész nap feladataid vannak, akkor nyilván este mész oda a hűtőszekrényhez. De én nagyon fontosnak tartom egyébként a hagyományos étkezésből is azt, hogy főtt ételt kell lenni minden nap, nekem legalábbis, én nagyon leves igényes vagyok, tehát ezt édesapáméknál is mindig hétvégeken csodálatos családi ebédek voltak, én magam is ezt a gyakorlatot megtartottam, amíg a fiunk nem került egy külföldi egyetemre, akkor is minden hétvégén meleg étel volt, és én ezt a mai napig, tehát szerintem én azért bírom ezt a hihetetlen terhelést, mert az étkezés viszonylag normál módon folyik nálam, ahogy megszokta a szervezetem is, hogy igényli. Hát este nem szabadna egyáltalán vacsorázni, vagy csak cézár salátát kis rákkal. Én igyekszem nagyon sok salátát enni, mert nagyon szeretem a zöldséget. Igen, én speciál 8 kilóval vagyok kevesebb, mint 2 évvel ezelőtt, tehát a Covidnál lefogytam, igen, 10 kilót. Azt tartottad azt a szintet? Megtartottad? Tartom, igen. Tehát korán sincs nálam sem szó arról, hogy beletörődnék. Szépen megbeszélem magammal, és aztán jön az 7 óra, jön a 8 óra, amikor még mindig oda kell ülni a zongorához, még mindig az e-mailekre válaszolni kell, el kell végezni a feladatot, és hát 4-5 határidő torlódik. Tehát én most ebben a kerékhajtásban vagyok, de remélem, hogy egy picit több időm lesz, hogyha a tanszékvezetést 25 év után leadom. Várjunk még azért egy kicsit ezzel a tanszékvezetés leadásával. Márti, te fejlesztesz ki újabb és újabb recepteket, ami ugye szénhidrát csökkentett, ahogy mondtad, cukormentes, gluténmentes, amivel azt hiszem, hogy nem csak azoknak akar segíteni, akik a te blogodat olvassák, hanem elsősorban saját magadnak. Igen, elsősorban saját magadnak. Egy nagyon egyszerű példát mondanék erre, hogy én személyi edzőre edzettem egy évig, hogy a plusz 15 kilót leadtam, és nagyon oda kellett figyelni arra, hogy mit eszünk, és hogy este nincsen szénhidrát, nőlétedre hány tojást tehetsz meg, annak hány sárgáját fogyaszthatod egy nap alatt. Tehát nagyon sok mindenre oda kellett figyelni. Én igyekeztem saját magamra szabni a saját diétámat, ha lehet ezt mondani, és ugye betartani bizonyos alapszabályokat, de jól érezni magam közben, és sportolni közben, hogy a sport az mentálisan megerősít, mellette tudjak enni finom ételeket, csak ugye odafigyelve arra, hogy mi van azon a tányéron, nagyobb a tányér, szoktam játszani a színekkel. Tehát életemben nem ettem ennyi salátát, mint az elmúlt 2 év alatt. És bírod még? Bírod. És bírom még, mert hogy játszok a színekkel, szerintem a színeknek is van hatása ránk, hogy ahogyan megesszük, ahogy tálalva van az étel, illetve az is, hogy vannak dolgok, amire azt mondjuk, hogy én ezt nem szeretem. Ki se próbálom, nem szeretem. Egy egyszerű példa, én nem szerettem a tonhalat. Ugye, hogyha elkezd az ember járni edzőhöz, tonhal, saláta. Megszerettem a tonhalat, annyi formáját találtam ki, hogy hogyan lehet elkészíteni, milyen salátával lehet ezt tálalni, hogy azt mondom, hogy nincsen lehetetlen. Mindezt kihangsúlyoznám, hogy magamért. Nem azért, mert elvárja a környezetem, hogy hány kilónak kell lennem, vagy elvárja a párom, vagy a szüleim, hanem saját magamért. Márti, neked esztétikai szempontból fontos? Mert azt mondod, hogy úgy akarok belenézni a tükörbe, hogy egy vékonyabb nő nézzen vissza rám, vagy pedig azért fontos, mert azt mondod, hogy én magamnak tartozom annyi felelősséggel, hogy meg akarom őrizni az egészségemet, és nem akarok beteg lenni. Vagy mind a kettő motivál. Mind a kettő motivál. Nekem 2 évvel ezelőtt akartak felírni vérnyomás csökkentő gyógyszert. Magas volt a vérnyomásom, és akkor én azt mondtam, hogy nem,
várjunk pár hónapot, utána nézzük meg. És én akkor kezdtem el sportolni, fokozatosan sportolni, gyaloglással, úszással, aztán személyedzővel, tehát teljesen fokozatosan. És akkor és csökkent a vérnyomásod csökkent. Tőle? Tökéletes a vérnyomásom, azóta nem kezdett nem vérnyomás. Akkor jöttem rá arra, hogy mekkora felelősségem van saját magammal szemben, és hozzáteszem, igen, nő vagyok, szeretném jól is érezni magam, az egészségemért is felelős vagyok, és szeretek csinos lenni. Hát ki ne szeretne az lenni? Edith, te hogy állsz az éjszakai étkezéssel, meg a salátákkal? Szoktam bűnözni, de... Hát nem a saláta a bűn. De először is én nagyon-nagyon-nagyon büszke vagyok itt a korban legalábbis hugocskáimra, mélységes tiszteletem, hogy ilyen fegyelemmel és akarással és egészségesen oldjátok meg az idézőjelbe vett problémát. Én éjjel-nappal lehetek. Másképp van hát a szervezetet. Igen, így van. Igen. Neked könnyű. Így neked van. Könnyebb, mint viszont ha én már úgymond a divat szakmából jövök, nekünk, én a Magyar Divatszövetség tagja is, Divat Szövetségnek is tagja vagyok, és már nagyon várja a szövetség az újbóli személyes találkozást, ami május végén el is fog indulni. És én szeretném kiemelni azt a gondolatot, ami ide nagyon illik, hogy én a túlzásokat soha nem szerettem. Tehát az anorexiás válfás vonulást, igen, ahogy ezt Vámos Magda nevezte, és ez a bizonyos kövér dolog, amit igen, te mondtál, a két túlzást én abszolút nem bírom. És nagyon nagy tisztelője vagyok annak a kezdeményezésnek, amit Vámos Magda indított, a Kortalan Divatot. Olyan rendezvényeket szerkesztett. Hát te annak vagy a képviselője, édes Edith. Hát, nem rólam van szó, hanem az óvodáskorú gyermekektől kezdve az igencsak közel az 52-es méretig eljutott, aha, valaha sztármanöken hölgy bemutatott a divat bemutatókon, mert különböző alkatóak vagyunk, mindenkinek jár az, hogy csinos legyen, hogy elegáns legyen, hogy vállalja önmagát, és ezt a Magda a divat bemutatóin úgy aranytálcán prezentálta a vendégseregnek. Úgyhogy annyira el kell fogadnunk egymást. Mindenkiben van szép, jó, gyönyörű, becsülni való, tanulni való. Amikor így gyülekeztünk, annyira vidáman megismerkedtünk itt, hogy... Ez egy ilyen mosolygó csapat. Igen, igen. Hát nagyon köszönjük a meghívást. Hát ez én már nagyon örülök, annyira hogy itt vagytok. Egyébként, ha már itt ül Mária, és ugye róla tudjuk, hogy te vagy a magyar Coco Chanel, akkor azért mondjuk el, hogy te olyan énekversenyeken voltál, mint a Pavarotti. Láttam a fotódat Pavarottival. Nagy, annyira szép voltál, most ugye valamennyiünk fölött múlnak az évek, tehát természetes, hogy másképpen néztünk ki 20 évvel ezelőtt, másképpen néztünk ki. Én ebben nem 30 évvel, persze, meg 40 évvel ezelőtt meg voltál a Mária Callas énekversenyen, meg voltál. A Rio de Janeiro, én ott tényleg nagyon vékony voltam. Igen, én 38-as méretet hordtam, és most 48-50. Uh-huh. Igen. Mondtad. Uh-huh. Igen, de az ember megpróbál előnyösen öltözködni. Persze. És igazából egy nagyon fontos dolgot mondott Edith. Én nemrég láttam egy divat bemutatót, ahol az egyik növendékem is a kifutón volt, és azt tapasztaltam, amiről itt korábban most beszéltetek, hogy tehát nem lehet egy ilyen válfa merevséggel kijönni, hanem a lélek, bizonyos kis hölgyeknél ott volt a lélek, és lélek, és élt az egész, és ott volt az aurája, és a jó kedve, a másik, mint hogyha gép lett volna, és úgy ment, de ezt nyilván nekik is meg kell tanulni, vagy el kell mondja az, aki foglalkozik velük. Csak látom a kisugárzásod, és az egész, amiről beszélsz, nagyon-nagyon örülök, hogy ugyanígy látod, és ugyanígy gondolod a sikertitkát. Jó csapat.
Igen, és azért ez valahol, tehát nagyon izgalmas itt mindenkinek az életútja, de azért nekem csak az ütött szöget a fejemben, most, hogy ezt kimondtam, vizuális vagyok, és látom, és ez annyira nem jó, hogy ugye valaki 70 évesen lesz manöken, és akkor dönt. Hány éve csinálod? Most már 5, mert mindjárt 75 leszek. Csodálatos. 70. De igazából, ha Bibliát olvassuk, akkor ott 150 éves emberekről is szó van, illetve most a rádióban hallottam 110 éves, vagy 115 éves, hogyha igaz. A minap hallottam egy ilyen hölgyről a rádióban. Na de hát a DNS-ünkben 120 év van bekódolva eleve. Tehát a biológiai óránk addig ketyeghetne, ha az életmódunkkal nem tennénk ellene egy csomó mindent. Tehát ebben semmi csoda nincsen, hogy valaki 110 meg 120 éves. Hát én magyarázkodni nem nagyon szeretnék, de kevesen tudták azt végigcsinálni híres nagy kolléganőim is, hogy úgymond Budapestről vidékre, tehát én is a szülővárosomba. Mert te szegedi vagy, igaz? Én szegedi vagy. Vagyok, aha. Igen. Visszajárok 24 éve. Visszajárok, és ez azt jelenti, Covid előtt azt jelentette, hogy én minden héten 3 nap Szeged, és 3 vagy 4 nap Pest. És na most mind a két helyen a lakást ugye tedd rendbe, ő magadat tedd rendbe, az ügyeidet intézd el, hát, ha igényes igen. vagy. Uh-huh. És azért ez is tehát egy csomó olyan feladat, amihez muszáj, hogy este egy picit a munka után leülj és lazítsál. És kinyisd a hűtőszekrényt. Igen. Vagy ülsz a kompjúter előtt, és igen. Ott eszel valamit. De talán valóban meg kellene adni a módját jobban, amikor két tanítás vagy két koncert között ugye a színek, a nyugalom, a minden... Egy ételnek valóban nem mindegy, hogy finom-e, hanem hogy néz ki vizuálisan, milyen élményt igen, jelent. Igen. Hogy szerintem. Van az összerakva. Márti, ha már beszéltél az előbb erről a tonhalas dologról, akkor mondanál nekünk, most ez mégiscsak egy női csapat, és szeretjük a recepteket, egy olyan tonhalas receptet, amivel megkedvelteted azzal, aki olyan volt, mint te, hogy nem szereti. A gyáját mondjak? Igen. Léci. Jó. Kettő jutott az eszembe, az egyik a klasszikus és retro, az a tonhalkrém. Ez egy alap dolog, ugye, a tonhalat vajjal összekevered, teszel bele lilahagymát, és habosra kevered. És ez ugye pirítósra, reggelinél egy krém, ez a klasszikus recept szinte, ez az egyik, ugye, amivel meg lehet szerettetni. A másik pedig az, hogy ha a tonhalat, simán tonhal konzervről beszélünk ilyen esetben szintén, ugye úgy tálalod, hogy megadod a módját, hogy szép tányér, szögletes tányér, kellek tányér, és mellé készítesz salátát. És a salátára egy pici olívaolajat teszel, egy pici sót teszel rá, és veszel hozzá ehető virágokat, amiket lehet kapni tavasszal bármelyik szupermarketben, és ezt az egészet ehető virággal díszíted, és hozzá még egy icipici padlizsán karikákat sütsz tefás serpenyőbe, minimális olajon, fokhagymáson. Tehát úgy néz ki a tányérod, húzosan tálalva, tonhal, mellette felsragoztatva padlizsán karikák, mellette egy pici saláta, és megszórva ehető virággal. Én már a látványát köszönöm. Az a baj, amikor elképzeltétek ti is. Igen. Ízleni az étel, ugye evés közben jön meg az étvágy, mennyire igaz ez. És amikor én lefogytam 18 évesen, én mindent tettem, de mindenből a felét, és ezt azóta sem tudom megtenni. Egyébként nekem a hűtőm teli van zöldséggel, gyümölcsel és zöldséggel, és én szoktam ezt a tonhal salátát, én másképp én vajat egyáltalán nem eszem, és zsírt is nagyon ritkán, olívaolajat használok, és például imádom a gombát, vagy fokhagymás gombás, akár tojás rántotta, vagy akár egy picit tejszínnel, és azt akár külön is tudod enni. De én jégsalátát szoktam, megsózom, és egy pici olívaolaj, és egy pici modernai ecet, és ezt keverem össze. És nem beszéltem még akkor veled, de úgy látszik, hogy az égiek ezt megüzenték nekem, és ez nekem egy állandó étel tulajdonképpen. Ugye most arról beszélgetünk, hogy milyen jó pofa, vizuálisan milyen élményű ételeket tudunk kitalálni, hogy ne szénhidráttal tömjük magunkat, hanem tonhallal, salátával, lehető virággal, padlizsánnal, zöldséggel, blablabla. Bla, bla.
Hogy ne jöjjenek ránk a plusz kilók, ami ugye, ahogyan mondtuk, nem csak azért fontos, mert akkor nem leszünk olyan nagyon szépek, hanem azért is, hogy ne legyünk betegek. És akkor én ugye nézegettem, hogy milyen országban mi a divat, és találtam egy afrikai országot, nem tudom, hogy Mauritániáról hallottatok-e, ahol csak és kifejezetten a kövérnő a divat. És mielőtt esküvőre kerülne a sor, a szószoros értelmében felhízlalják a mennyasszonyt, és akkor felolvasok nektek valamit. Karcsonak lenni Mauritániában a legnagyobb bűn. Az ottani férfiak szerint egy normális súlyú nővel lefeküdni olyan, mintha férfival lenne dolguk. Még az ideális asszony puha párnát jelent boldog férje számára. A hízlaló táborokban, mert hogy ilyenek is vannak, senkit nem érdekel, hogy a meggyötört, állandóan tömött lányok hogy érzik magukat, hiszen így érik el a hőn áhított célt. Az ottani kislányok nem járnak iskolába, az ő egyetlen feladatuk a hízás, és most nézzük, hogy mi van a hízlaló táborban. Külön személyzet gondoskodik arról, hogy a lányok megígyák a napi 6 liter tevetejet, megegyék reggelire a hatalmas tányét tejben főtt búzát, és aztán egyék a rizst, a szárított húst, és mindez zsíros tejjel öblítsék le. Ha a lány csak a térdére lemeri tenni a tálat, a hízlaló asszonyok fadarabok segítségével fájdalmat okoznak neki, így az ellenkezőknek sincs más választása, mint a napi 13.000 kalória elfogyasztása. Ha pedig hányni merészelnek a rengeteg ételtől, akkor azt még megetetik velük. Vizuális típus vagyok, ez borzasztó. Az ősközösség itt van köztünk sokszor azért, az őskori társadalmi embertelen szokások is sajnos, bármennyire is kulturáltak vagyunk, és a szépre és a jóra törekszünk, sajnos döbbenettel látom és hallom többször, hogy bizony az ember állat is valahol itt van velünk. Döbbenetes. Én egyébként szoktam látni olyan kövér hölgyeket is plázákban, vagy bárhol, akiken csodálkozom, mert csodálatos, tehát semmi jele nincs, hogy a bőre, vagy az érrendszere beteg lenne, és olyan szépen egészséges bőrrel, egészséges és szép feszes mindene, csak marha kövér. Strandon is láttam ilyet. Hát igen, ezzel, persze, hát tudjuk, hogy ez is egy szépségideál természetesen, csak sanszos, hogy itt már mindenféle anyagcsere problémák vannak. És ehhez egy megfelelő pasit is kell találni. Hát egyrészt... Termetben, méretben. Igen, és akkor most gyorsan mondom, hogy tudjátok, hogy melyik a legkritikusabb testrészünk, amire a nők a legérzékenyebbek? Most nagyon kíváncsi vagyok. Edit, legyen ez egy teszt, szerinted? Talán a mell. Márti, nem nyert, hideg. Hideg. Has. Én is ezt tűz, volna, tűz, igen. tűz. Én is. Na, és ugye azt is tudjátok, hogy a nők esetében a haskör fogat 88 centiig megengedett, illetve hát... Már honnan mérjük, hát, mint az operai varodában. És a férfiak esetében pedig 100, nem a derék, a has. A férfiak esetében pedig 102, és azt mondják, hogy utána, ha már ezt te meghaladod, akkor a szív- és érrendszeri betegségeknek nagyon nagy a kockázata. De azért itt a hasunknál, ahonnan az éneklésnek is folyton impulzust adunk, például. Tehát itt azért én nem vagyok nagyon csakra tudós, de azért ez az irodalom is elér hozzám is, és itt egy nagyon komoly lelki, spirituális központ is van. Hát az immunrendszerünk itt van, tehát a mi védekező mechanizmusunk mindenféle betegség ellen az itt lakik a testünk központjában. Én annyit szoktam mondani, hogy tele vagyok szeretettel. Értem. Kulcs. Egyébként, ha már most ugye a szeretetről beszéltél, Márti, akkor nyilvánvalóan a legeslegfontosabb az, és aztán jöhet majd a szeretet, de hogy az emberben kialakuljon egy harmónia iránti vágy, hogy egyszerűen kialakuljon az bennem, és
ebből a szempontból tök mindegy, hogy én sovány vagyok, vagy túlsúlyos vagyok, vagy nevezzük nevén a gyereket, kövér vagyok, hogyha odállok a tükör elé, akkor én nem utálom magamat, akkor én megbarátkozom magammal, és elfogadom magamat. Mert nyilván az összes konfliktus onnan jön, hogyha nem olyan ruhákat viselek, ami az én koromhoz illik, ha nem úgy nézek magamra, ha a saját magam ellensége vagyok, ha nem tudok dolgokat megbocsátani magamnak. Tehát nyilván, hogyha van egy nagy rendezetlen káosz bennem saját magammal kapcsolatban, akkor abból semmi jó nem származhat. Nem csak a fizikumomat tekintve, hanem a lelkemet tekintve sem. Hát ezek valami olyan hihetetlen belső energiák. Ezek akár pozitív, akár negatív, tehát ezzel nem azt mondom, mint a magas C-vel, hogy egy poharat lehet összetörni és gyilkolni lehet. Van a YouTube-on fönn egy ilyen felvétel. Ezek olyan energiák az embernek belülről, és azért fontos szerintem, hogy nem lehet mindenki egyforma alkat. Természetesen nem szabad abba beletörődni, hiszen, ahogy mesélem, én is minden nap magyarázok magamnak, és társalgok önmagammal, és ez ügyben, hogy mit szabad egyek, mennyit szabad, és mikor, de aztán de az élet mondod, hogy tartod is a ezt tartom, Covid óta a testsúlyodat. És nagyon fontos, tehát mérlek, dolgozol vele. Igen, igen. Nagyon fontos szerintem a mérleg, és igazából az ételeket is mérni kellene. Amerikában sem véletlenül van annyi elhízott ember, mert el vagyunk kényeztetve tényleg a jóléti társadalom. Tehát minden előttünk van, és hogy mit mivel szabad, mit mikor szabad, és mennyit. Nagyon fontos, bocsáss meg, a biológiai órának ugye a betartása. Hát ami élettempónkban és életritmusunkban egyre inkább felborul. Totális, hát te is ezt mesélted el. Edit akartál mondani valamit. És minden nőnek kell, hogy legyen úgymond egészséges hiúsága. És legyen jóban önmagával. Mert akkor sima a helyzet. Márti? Tőlem sokszor kérdezték azt, hogy miért csinálom, hogy nagyon szigorúan magamhoz képest így fogalmaznék, szigorúan diétáztam, nagyon sokat edzettem, heti 3 edzés. Miért csinálod? Úristen, sanyargatod magad. Nem. Tehát nem lemondásként éltem meg ezt az időszakot, hanem úgy éltem meg, hogy én végre teszek magamért valamit, amivel én ki tudok teljesedni. Tehát az a fontos, hogy én milyennek szeretném látni magamat a tükörben, és erre nagyon jó példa volt, amikor elkezdtem edzőterembe járni, nem akartam belenézni a tükörbe. Úgy nehéz egy edzőterembe nem belenézni a tükörbe, hogy minden 4 oldalon tükör van, és hogy ezt így nem tudod megtenni. És mondta az edző, akkor tényleg elég kövér voltam, hogy de nézd meg magad, nézd, hogy emelgeted a súlyzókat. Igen, az ott te vagy, a te lábad, te guggolsz, te karod, te emelsz. És most már, amikor idefelé jöttem, akkor is, bár tudom, hogy most visszajöttek a kilók, a kirakatokban nézegettem magam, amikor idefelé jöttem, hogy megváltozik az elfogadás, saját magunknak, igen, a látványának a szeretete, a saját magam elfogadása megváltozik ezáltal. Mit mondtál, 10 kilót szedtél fel? Igen. És most ezt megint elkezded? Már elkezdted. Először most megint fokozatosan, hogy diéta, nagyon sok gyaloglással, tehát heti 3-7-8 kilométeres gyaloglás így esténként, és utána megint edzőterembe vissza. Szeretnék menni, így van. Én azt gondolom, hogy minden ember tetszeni akar. El kell, hogy fogad önmagad, és természetesen van egy igényesség benned, hogy lehetőségekhez képest külsőleg és belsőleg, viselkedésben, megjelenésben, beszédben, hogy közlekedsz az emberek között, és hogy érzed magad a bőrödben. És szerintem ez nagyon fontos akkor is, hogyha nem vagyunk hasonló genetikailag sem ugyanazok az alkatok, de nyilván hát ezzel sem szabad takarozni. Tehát az ember megpróbálja, amit az életformája és az egészség megkövetel. Én nekem hála Istennek nincs magas vérnyomásom, sem cukorbetegségem, inkább alacsony a vérnyomásom, de az ember a mentomom az nem. Szóval a nő az pedig pláne tetszeni akar, mi nők. Baj is lenne, hogyha nem. Hát már óvodáskorban elkezdődik ez, és hál' Istennek, hogy a fiúk is picikortól már. Tehát ez az emberi igényességünk, létünk, és az energetikának az élet igenlésnek a jelenléte. Az utolsó kérdésem, mert hogy vészesen fogynak a perceink, hogy mit üzentek ti most a nézőinknek? Szóval kire mondjuk azt, hogy szép nő? Fontos az, hogy ő sovány vagy kövér, amikor azt mondjuk, hogy szép?
A harmónia lényeg, bocsánat. Jó, most Edith. Most mondjam azt, hogy lopom, hogy harmóniában lopjad. Lenni önmagában, aláhúzzuk. Most magamból indulok ki, én mindig gondolatban is, érzelmileg is felkészülök a társaságomhoz, és amit a külsőmmel is megjelenítek. Mert ezzel adom meg a tiszteletet a társaságomnak, és nagyon közeli a példa. Amikor jött a felkérés, hogy vegyek részt ebben a műsorban, ennek a műsornak az a címe, hogy Fehéren feketén. És nekem jött egy gondolat. Feketén-fehéren, de nem baj. Feketén-fehéren. Benne van a két szín. Akármelyik oldalról nézem. Így is jó, úgy is jó. Igen. És akkor ez jutott eszembe, mert igen, meg akartam tisztelni ezt a műsort azzal, hogy nem csak a lelkemben, hanem a külsőmben is. Úgy öltözöm, hogy jól érezzem magam. Márti? Érezze magát jól a bőrében. Tehát én saját magammal tudok beszélni, másokról nem tudok nyilván. Én akkor érzem magam jó nőnek, vagy elégedett, boldog nőnek, beszkisének hangzik, hogyha elfogadom magamat, hogyha szeretem magamat. Nem vagyok tökéletes, nem is kell annak lennem. És a Sota Irénnek volt nagyon régen egyik tévéműsorban egy mondata, ami úgy bennem maradt, pedig akkor még kislány voltam, egy ilyen 11 éves körül kislány lehettem. Azt mondta a Sota Irén, hogy akinek ez kell, annak én vagyok a legjobb. Szerintem ez a titok. Ennyi. Pont ezek a gondolatok jelentek meg most nálam, amikor erről beszéltél. Hát baj lenne, hogyha mindenkinek ugyanaz lenne a foglalkozása, és mindenki ugyanúgy nézne ki. Nézzük, nem csak a 101 kiskutyára gondolok vissza, de hát ott is különböző típusú termető alkatú kis kutyuskák vannak. És hát aztán az életben az ember lát olyat, hogy például egy nagy darab férfi a kis picike kis kutyuskákhoz hasonlít, hanem a kis picike filigrán nőket szereti, és van az ellenkezője is. Sok férfi, tényleg tudjátok, azért jó, hogyha egy nőm van mit fogni. Tehát nem mindenki szereti a ropi csajokat, de bizony egy ropi hölgynek sokkal, de sokkal könnyebb felöltöznie, tehát ő mindent fölvehet. Úgyhogy nyilván ennyi. Ez lenne az ideális, de nem vagyunk egyformák, és baj lenne szerintem, akkor már gépek lennénk, és ufók lennénk, hogyha mindenki ugyanúgy néznek, és ugyanaz a testmagasság, ugyanaz a testalkat, ugyanaz a válfa megjelenés. Örüljünk annak, hogy ilyen sokszínűek vagyunk, és vigyázzunk az egészségünkre, természetesen próbáljunk odafigyelni, hát az ember sokszor belebukik, és nem sikerül ezt napi szinten megcsinálni. Ez volt a végszó. És akkor én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, önöknek köszönöm, hogyha velünk tartottak. Az azért nyilvánvalóan kiderült ebből a beszélgetésből, hogy valahányan felelősséggel tartozunk magunk iránt, a lelkünk és a testünk iránt, és a szellemiségünk, a fizikumunk, az öltözködésünk, a megjelenésünk iránt, és nyilván nagyon fontos az esztétikum, de soha ne feledkezzünk meg az egészségünkről. Akkor se, hogyha, ahogy az imént Mária mondta, ropik vagyunk, meg akkor se, hogyha rengeteg plusz kiló van rajtunk, tehát soha ne felejtsük el, hogy van felelősségünk saját magunk iránt. Még egyszer köszönöm, hogyha velünk tartottak, viszontlátásra. Békirály Györgyi ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik.